Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem képek is. A mai napon három képet hoztam, hogy te hogy látod ezt, mi a véleményed, hogy értelmezed ezt, leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen! Az első képen volt egy fehér háttér és egy fekete olló. Az olló az úgy nyitva volt. A második képen volt egy fekete varjú madár. A harmadik képen pedig egy levél, egy szőlőnek a levele olyan őszi színekben. Én úgy értelmeztem a képeket, hogy az olló azt mutathatja, hogy jó lenne, ha fodrászhoz mennénk, vagy ez a hivatásod, de az olló jelentheti azt is, hogy el kell vágni valamit. A varjú madár az jelentheti a mozgást, hogy valami mozgásba jön, és ez az őszi szőlő levél, ez jelentheti a termést, vagy jelentheti az őszi hónapokat is. Például a múltat, mit hogyan éltél át tavaly ősszel, lehet, hogy ezeket az eseményeket, kapcsolatokat most el kell vágni. Vagy jelentheti a jövőt is, hogy az ősz folyamán lesz mozgás, valaki jelentkezik nálad, és így kialakul majd valami, de előtte még el kell vágni valamit. Hogy értelmezed te a képeket? Nagyon örülnék, ha leírnád a kommentárba. Ez egy ilyen általános üzenet a Bibliából, vagy a képek alapján, de én biztos vagyok abban, hogy nem véletlen az, hogy te megtekinted ezt a felvételt, tehát neked is szól valami ezekből az üzenetekből. És ha kérni akarsz egy személyes üzenetet, erre is megvan a lehetőség, e-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatod. A díjam az 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy mi az aktuális üzenet. Én ezt nem tudom befolyásolni, tehát én is kíváncsi vagyok. Te félsz valamitől, vagy valakitől, ez olyan, mint egy szikla, távolítsd el ezeket a félelmeket. Az élet útunkon találkozunk mindig ellenséggel is. Oda kell rá figyelni, de az a jó, ha elkerüljük őket. Egy férfi elmagyaráz majd valamit neked, és ezzel segíteni fog. Lesz hamarosan egy ajánlat, vagy egy szerződés, amit te elfogadhatsz.
Ha valakinél van egy örökösödési ügy, akkor kell még a türelem, ez eltarthat még egy ideig. Lesznek sokaknál külföldi kapcsolatok vagy utazások, ezek a kapcsolatok előnyösek. És ez volt az üzenet a Bibliából, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendelrel!